Köszöntöm kedves nézőinket, a Mosonmagyaróvári Városi Televízió híradóját látják 2013. január 8-án híradásunk tartalmából. Átalakuló közigazgatás, változások a polgármesteri hivatalban. Évvégi adatok, statisztikai összegzés a Városi Könyvtárban. A jövő nemzedéke, hamarosan jön a jelentkezési időszak. A járási rendszer felállításával párhuzamosan megváltozott az önkormányzatok hatásköre is. A Mosonmagyaróvári polgármesteri hivatal a főutcai épületbe költözött. Így például az igazgatási osztály is a régi vármegyeháza épületének földszintjén fogadja ügyfeleit. Néhány hete jelentős átalakítások zajlottak a városházán. Az önkormányzat osztályainak alakítottak ki irodákat a főutcai épületben. A 2013-as év változásokkal indult a polgármesteri hivatalban is. Mi magunk már 2012. novembere óta szervezzük az életünket. Költözködés volt, új irodák kialakítása, kerestük az osztályok helyét. Január 1-től pedig ugye a járás kialakítását követően pedig a régi új feladataink ellátására tudtunk már koncentrálni. Korábban az állam több feladatot is delegált az önkormányzatokhoz, gyakran forrás nélkül. 2013. január 1-től a Városházán elsősorban azokat az ügyeket intézik, amelyeket helyi rendelet szabályoz. Úgy lehetne talán legegyszerűbben meghatározni, hogy azok a feladatok maradtak itt a jegyző hatáskörébe, melyek méltánylást érdemelhetnek. Ez igazából annyit jelent, hogy önkormányzati rendelet szabályozza az ellátandó feladatok körét, legalábbis egy jelentős részét. Számos szociális ellátási feladat az igazgatási osztályon intéződik. Én azt javaslom a kedves ügyfeleknek, hozzánk érkezőknek, hogy a polgármesteri hivatal információs pultjában érdeklődjenek, az igazgatási osztályon pedig segítenek az ügyek eldöntésében, hogy melyik hivatalhoz kell fordulni. Az idei évtől 73-an dolgoznak az önkormányzatnál, a kisegítő alkalmazottaktól a városvezetésig bezárólag. A korábbi osztályszerkezet megmaradt. 6 hónapja van ugyanis a képviselőtestületnek, hogy ezt felülvizsgálja. Ügyfeleink ügyintézésének megkönnyítése érdekében az igazgatási osztálya a földszinti irodahelyiségekben dolgozik, és mellettük kapott helyet az ügyfélszolgálat is. Az ügyfélszolgálatra azokat a kollégákat koncentráltuk, akik a legnagyobb ügyfélforgalmú területekkel foglalkoznak. Így hát ügyfélszolgálatot tart az építési osztály, az adóiroda és a közterület felügyelet is. Ügyfélfogadási időben érhetők el a kollégák. Szeretnénk, hogyha egy helyen korszerűen ki lehetne szolgálni az ügyfeleinket. A Városháza ügyfélfogadási rendje maradt a régiben. A legfontosabb változás tehát az, hogy az igazgatási osztály a Bástya utcai épületből átkerült a főépületbe. Az ügyintézés kezdete előtt pedig a főbejárat melletti információs pultnál érdemes érdeklődni, ahol segítséget nyújtanak a polgármesteri hivatalba érkezőknek. A 2012-es év sikeresen zárult a Huszár Gál Városi Könyvtár életében. A statisztikai adatok szerint ugyanis a 2011-es évhez képest növekedett a látogatók száma az elmúlt évben. Csökkenés sajnos a gyermekek kölcsönzési szokásaiban mutatkozott 2012-ben. Szokásaihoz híven a következő hónapokban is szeretettel várja a látogatókat a Városi Könyvtára kiállításokra, könyvbemutatókra, valamint író-olvasó találkozókra. A Huszár Gál Városi Könyvtár statisztikai áttekintéssel zárta a 2012-es évet, amely során kiderült, 2011-hez képest szép számmal megnövekedett a látogatók száma. Mindig változik egy kicsit, hol pozitívan, hol negatívan. Most arról számolhatok be, hogy a felnőttek esetében ez a szám ez pozitív, és a látogató szám esetében is, mert több mint 10 000-en többen látogatták a könyvtárat tavaly, mint az előző, azt megelőző évet. A kölcsönzött kötet szám is magasabb, sőt az újságok is kedveltebbek, tehát azokat is többen kölcsönzik, viszont a DVD kölcsönzése csökkent. Csökkenés látható továbbá a gyermekeknél.
A látogatók száma ez esetben is növekvő tendenciát mutatott, ám a kölcsönzött kötet számoknál visszaesés mutatható ki. Ez az adat alátámasztja azt a felvetést, amely szerint egyre kevesebbet olvas a fiatalabb generáció. Az idősebb korosztály körében a szép irodalom, valamint a nők által kedvelt romantikus regény a legnépszerűbb, míg a fiatalabbak inkább a kötelező irodalom iránt érdeklődnek. Az eddigi éveknek megfelelően idén is érdekes programokkal várják a látogatókat. Januárban a Magyar Kultúra Napján lesz egy kiállításunk, és lehetséges, hogy lesz egy könyvemutató. Ezt azért mondom így, mert még nem biztos az író, aki jön. Februárban viszont lesz a Műhely folyóiratnak, a piac külön számának a bemutatója, ami egy kiállítással egybekötve Szabó Béla, Villányi László lesznek a vendégeink, és a Házasság hete programja alkalmából pedig egy könyvkiállítást fogunk rendezni. A Huszárgál Városi Könyvtár technikai fejlesztésekkel indítja a 2013-as évet. Elkezdődött már ez a folyamat 2012-ben, mert akkor nyertük meg a TIOP-os pályázatot, 8 millió forintot, aminek egy részét a digitális írástudás tanítására fordítunk. Ez azt jelenti, hogy kialakítottunk egy 12 fős oktatótermet, és most éppen a számítógépeket várjuk. Ez lesz a következő fejlesztést. Reméljük, hogy az első negyed évben ez megvalósul, és utána már 12 főt tudunk egyszerre oktatni a digitális írástudásra. Megújult technikai eszközökkel és ígéretes programokkal várja tehát a könyvtár a látogatóit 2013-ban is. Mosonmagyaróvárváros önkormányzata két óvodában is meghirdeti az intézményvezetői posztot. A Bóbita, valamint az Őzikés óvoda esetében is 5 évre szól a megbízás. Az említett intézmények vezetői állásait a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint nyilvános pályázat útján kell betölteni. A felhívás részleteit a Város honlapján lehet elolvasni. Hamarosan felváltja a szalagavatókat a felvételi időszak. A végzősök több helyről informálódhatnak a formai követelményekről, hivatalos eljárásokról, valamint a képzési lehetőségekről. Olvashatnak erről a minden évben megjelenő felsőoktatási felvételi tájékoztatóban, vagy informálódhatnak az interneten is. A szeptemberi képzésekre 2013-ban február 1-től lehet jelentkezni egészen március 1-ig. A határidőket minden esetben szigorúan be kell tartani, továbbá ügyelni kell a jelentkezési lap pontos kitöltésére. A felvi.hu weboldal részletes tájékoztatást ad azoknak, akik még nem informálódtak az előttük álló lehetőségekről, vagy esetleg a jelentkezési lap formai követelményeiről. Az egyetemek információs napjain is van lehetőség érdeklődni. A helyi mezőgazdasági és élelmiszertudományi karon január 11-én pénteken 10 órától tartanak nyílt napot. A Movinov befektetési innovációs és szolgáltató Kft. Licit útján értékesítésre bocsátott önkormányzati tulajdonban lévő üresen álló lakásokat. A pályázóknak a jelentkezéssel egy időben 100 000 forint bánatpénzt kell befizetni ingatlanonként. 8 lakásra lehet árajánlatot tenni. A licit január 23-án délelőtt 10 órakor lesz a Movinov Kft. Irodájában. Az ingatlanokat természetesen előzetesen meg lehet tekinteni január 21-én, illetve 22-én reggel 8 és délután 3:30 között. Időpontot azonban telefonon kell előre egyeztetni. További részleteket az eljárásról, valamint a lakásokról a www.movinov.hu oldalon találnak. Január 4-én a Mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltó egységeket riasztották az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalára, az üzemanyagtöltő állomáshoz, ahol az erős szél megkezdte az épület lemeztető borítását. A kárhelyen az erős szél körülbelül 3x fél méteres darabon megbontotta az épület tetejének oldalborítását, és ez veszélyeztette az ott tartózkodókat. A tűzoltók kihúzós létre segítségével beavatkoztak. Az eset során személyi sérülés történt. Az elmúlt hét legfontosabb eseményeit Dobos Viktória szóvívő ismerteti. 2012. december 31-én a Mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltóegységek Mosonmagyaróváron az Új utcához vonultak, ahol egy 3-4 négyzetméteres előtető égett. Azonban az egységek kiérkezéséig az ott lakók egy 6 kg-os porral oltóval eloltották a tüzet. Tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség, személyi sérülés az eset során nem történt, anyagi kár keletkezett. Január 3-án
A hivatásos tűzoltóegységeket Mosonmagyaróváron a Horgász utcához riasztották a mentőszolgált szakemberei, ahol szénmonoxid mérgezés miatt két szemét kórházba szállítottak. A kerhelyen egy családi ház hátsó részében, a fürdőszobában a gázos vízmelegítő szivárgott. Mire érdemes odafigyelnünk, hogy ne következzen be szénmonoxid mérgezés? Szénmonoxid mérgezés esetén minden esetben a mentő kiértesítése mellett a 105-ös segélyhívó számot is értesítsék, hogy a tűzoltóegységek időben a helyszínre érkezzenek, valamint fontos a megelőzés érdekében, hogy szénmonoxid koncentráció mérőt szereljenek fel a lakásba, ez például megyénkben egy család életét már az elmúlt napokban megmentette, valamint a folyamatos karbantartást, amit így szem előtt tart meg igazgatóságunk a megelőzés érdekében, hogy a tüzelőfűtő berendezéseket minden évben vizsgáltassák felül a lakók. Kedves nézőink, a Mosonmagyaróvári Városi Televízió híradóját látták. A mai hírháttérben Németh Andrea, a polgármesteri hivatal főtanácsosa lesz a vendégünk, akivel a környezetvédelemről, lehetőségekről és megvalósult tervekről beszélgetünk, majd pedig folytatjuk szemezgető műsorunkat 2012 második negyedévének eseményeiről. Friss híradóval január 9-én szerdán jelentkezünk legközelebb. Nézzék továbbra is műsorainkat, viszontlátásra!